Mi a végső cél? Világdöntő. Ilyen elszántsággal vágott neki a 11 csapat mindegyike. Az idei VRO LEGO robotépítési és programozási verseny tatabányai elődöntőjének, ahol megyénk mellett Győr-Moson-Sopron is képviseltette magát. A regionális megmérettetés helyszínéül az Edutus Egyetem szolgált, na de nem véletlenül. Mindenhol az országban az Edutus Egyetem a házigazda, így érthető volt, hogy Tatabányán, ahol a székhelyünk van, itt a saját épületünkben rendezzük meg, hiszen 2014-ben ugyanezen a helyen kezdődött ez az egész versenysorozat, csak akkor országosan volt ennyi csapat, mint most itt egy elődöntő. A program célja az alapvetően az, hogy az MTMI, tehát a matematika, természettudomány, mérnök és informatikai tárgyakat megszerettessük a gyerekekkel, hiszen egyre kevesebben választják ezt, tehát van egy pályaorientációs jellege is, illetve azt megmutatni nekik ezen keresztül, hogy a programozás, robotépítés az nem valami furcsa gyerekek sportja, hanem egy nagyon érthető, nagyon egyszerű dolog, és ezen keresztül próbáljuk megszerettetni a programozást is. 2018-ban a győri Hedlik iskolások megnyerték az országos versenyt junior kategóriában, akik ezúttal egy emelőkaros robotot fejlesztettek ki a megmérettetésre. A csapatunk fel van osztva körülbelül kettő részre. Ármin az építő, András a programozó, én pedig így a kettő, őket tartom egyben. Árminnak megadtuk, hogy ezt meg ezt kell megcsinálnia, ő megcsinálta a varázsát, és akkor megépült a robot. Utána mi ebbe beleszóltunk Andrással, hogy a programhoz kellenek ezek meg ezek az alkatrészek még ide meg ide, ezeket ő felépítette, és onnétól pedig inkább a mi dolgunk volt, hogy beprogramozzuk a robotot. Maga a feladat igazán kreatív szerintem. Nem volt olyan könnyű megírni rá a programot, nem is fejeztük be teljesen, csak félig megy, de szerintem elég lesz. A tatabányai regionális elődöntőről a legügyesebb csapatok tovább jutnak a júliusi győri nemzeti döntőre, ahol eldől, ki képviselik hazánkat a novemberi dortmundi világdöntőn.